társalgó galériában. Nagy örülünkre személyesen, valamint ahogy már megszokhattuk a hibrid megnyitónak köszönhetően az online térben egyaránt. Borsos Eszter vagyok az Esterházy asszonya. Vírus helyzetet sajnos saját bőrünkön is érzékeljük, jelen esetben is, ugyanis Esebáki Ákos festőművész kollégánk, aki hamarosan kiállítók is lesz, most sajnos csak online tud velünk lenni, de innen is jobbulást kívánunk Ákosnak. És egyúttal köszönjük szépen Belkő Sándor professzor úrnak az operatőri segítséget. Az est főszereplője azonban jelenlegi kiállító művészünk, Verebes György, Munkácsi Díjas képzőművész, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja és a Szolnoki Művésztelep művészeti vezetője. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntjük ismét körünkben galériánk visszatérő vendégét, dr. Kálai Máriát, a Szolnoki Művésztelep mentorát. Itt szeretném kiemelni, hogy a Szolnoki Művésztelep idén ünnepi fennállásának 120. évfordulóját. Ennek apropóján fel is kérném Kálai Máriát, hogy mondja el köszöntő beszélt. Köszönöm szépen a lehetőséget, szeretettel köszöntöm a mai este minden résztvevőjét, a Szolnoki emberek, Szolnok megyei jogú város lakói, Szolnok megyei jogú város vezetése nevében. Annyira jó, hogy itt vagyunk és hallottuk ezt a körülmények nehézségét is. Együtt vagyunk itt most az ország különböző részeiből. Van, akikkel ismerik egymást, van, akikkel találkoztunk már itt a galériában, van, akikkel Szolnokon találkoztunk, különbözők a kapcsolódások, de egyetlen egy dolog biztos, hogy mindannyiunkban azonos. Az, hogy nem titkoljuk, hogy Verebes György, Munkácsi Díjas festőművész tisztelete és szeretete mindenképpen összeköt bennünket. Azt gondolom, hogy Szolnok nagyon szerencsés város, de a személyes véleményem a szerencsére mindig az, hogy akkor tud megerősödni, akkor tud kivirulni, hogyha egy nagyon tudatos és nagyon komoly munka is vele együtt párhuzamosan történik. Szolnokon otthon van a legtágabban értelmezett kultúra. Már a Szolnok védőjévé vált, a városunk gazdag kulturális élete. Különböző mérések mutatják, hogy hogyan is helyezi Szolnok kulturális művészeti élete, hova is helyezi, milyen térképet helyezi a várost, és itt a kultúrát a lehető legtávasabb értelemben értem, hiszen a kiemelkedő művészi teljesítménytől az általános iskolai rajzszakig, az európai szintű bármilyen fesztiválig, a gyermeknéptáncig, vagy éppen egy sport eredményig meggyőződésem az, hogy egy városnak a kulturális élete ilyen tágban értelmezendő. Mindennek nagyon tudatosan megvan a helye a városban, és Szolnok régóta tudja azt, hogy a befektetés a kultúrába, a művészetbe, az mindig megtérülő forrás, az soha nem szabad megsporolni, soha nem szabad sajnálni. Olyan kulturális előtérben történnek a városokban a fejlesztések, a kultúrának a fejlesztési pontjai, amelyben jelen vannak tulajdonképpen a művészetek, a sport, az épített örökség, a szakmai intézmények, az ott dolgozó szakemberek, a közös párbeszéd, a hagyományok tisztelete és a kultúrabarát önkormányzat is, hogy csak a leglényegesebb dolgokat emeljen ki. Én holnap nagyon várom már a holnapi napot és a mai napot pedig hálás szívvel köszönöm és nagyon megtiszteltetésnek tartom azt, hogy ismét itt lehetek, de várom a holnap estét is, amikor a városban mondjuk köszönetet, mindaz, hogy a kulturális értéké, amely a város gazdagítja, köszönetet mondhatunk az ott dolgozó szakembereknek, hiszen nagyon komoly kincsei a városunknak. Meggyőződésre mondom azt, hogy Szolnokon a kultúra és a városfejlesztés teljes mértékben összefordult gondolatok. És ebben óriási szerepe van a művészteletnek, és a művészetet közösségének, és hát természetesen a művészetet vezetőjének, Verebes Györgynek. Verebes György, vagy ahogy sokan hívjuk művész urat, Verebes Györgyi, mint festőművész, mint művész is egy óriási érték. Én már feltettem neki a kérdést, magamban pedig elgondolkodtam többször, hogy milyen áldásos komplexitás az, hogy az alkotó művész kiváló közösségkovácsoló, kiváló közösségkovácsoló vezető, remek szervező, értékvezérel iránymutató a városban, együttműködő, széles látókörű és nagyon szeretetteljes ember, hogy csak néhány jellemzőt ragadja ki, ami a személyes véleménye a Verebes Györgyről. Valószínű, hogy mindez, és még nagyon sok minden más kell ahhoz, hogy az alkotó művészet mellett a mai kifejezésekkel élve ilyen hatalmas portfóliót vigyen. Gyuri 2002 óta él a művészteleben, vezeti a művészteleben, de emellett a tanítás, a zene, a publikálás, a
az életének nagyon rúgó része a díszlettervezéstől, az illusztrálásig, a versenyépítészetig, és ki tudja, mint mekkora értékek. Szellemi kitalálója és alapító tagja a Szolnoki Képzőművészeti Társaságnak. 2013-ban a Magyar Festészet Napja Alapítvány kuratóriumi tagjává választotta, 2017-ben az elnökévé. Ha jól számoltam, a jelenleg elérhető életrajzából 59 minimum, ez a minimum 59 egyéni és 175 csoportos kiállítást számoltam 2021-ig itthon és külföldön. Zentától a szülővárostól Indiáig, Vietnámtól Franciaországig, Magyarországon és a világ különböző részein is megismerhették Berenberg alkotásait. Szolnok városnak a művészeti és kulturális életében, valamint a település, ki kell mondani, a köznevelés intézményeiben is, de bármilyen jellegű kulturális művészeti állandó folyamatos tanácsadással, mentorálással segíti a munkát, és el kell mondanom, hogy jó érzéssel és nagyon komoly eredménynek tartjuk, hogy ma a művésztelep a szó legjobb értelmével tehetséges fiatalok számára gyűjtő, képzőhely, közösségi helyé vált. A sokszínűségét, elköteleződését nyilvánvalóan különböző díjak is megerősítik. Városunk díjai, a Művészeti Akadémia díja, maga a Munkácsi díj egy-egy kitüntetett pillanat. Ha jól tudom, az országban egyetlen ember, aki kettőször vehette át valamilyen közösség nevében a Magyar Örökség díjat. Egyszer, amikor maga a művésztelep kapta, egyszer pedig akkor, amikor a Magyar Festészet Napja volt méltó az Örökség díjhoz. Köszönöm minden Verves György úrnak, köszönöm minden Gyuri. Tisztelt Fölgyeim és Kuláim! A művésztelep mai közössége azt gondolom, hogy méltó tartással gondolhat az emberekre. Mint ahogyan tudjuk és látjuk, hogy becsüli is, hiszen becsüli azt a kitüntető szerepet, hogy Szolnok Magyarország legrégebbi művésztelepe, Szolnokon található Magyarország legrégebbi művésztelepe. 120 év távlatában is egy nagyon komoly alkotó közösség. Méltó utódai Petenkofennek, Ivari Sándornak, Fényes Adolfnak, Szányi Lajosnak, Abanovák Vilmosnak, Zádor Bélának, Bolya Tibornak és hosszasan-hosszasan folytatottával kronológia szerint a sort, amire a mai napig elérnék. Tény, hogy el kell mondani, és ez egy nagyon jó érzés, és ebben nagyon komoly szerepe van a jelenleg ott élő alkotóknak és magának a vezetőnek, hogy ma is fénykorát éli a művésztelep. Összekapcsolódik a múlt, a jelen és a nagyon határozott jövő. Ismét változáson ment át a kolónia, megújultak a műteremlakások, korszerűsítettük az épületeket, kiállító helység épült, legalább ilyen fontos, és most ugyan nem kértem beengedni, de szó szerint idézem egy tegnap megjelent interjúból Verebes György művész urat, látogató központ is létesült. A művésztelep kertjében az egykori szolnoki vár területén. Ez egy több mint 1300 négyzetméter alapterületű, kétszintes épület lesz galériával, 150 fős koncertteremmel. A szolnoki vár maradványai az alapsorban tekinthetők majd meg. A beruházásnak jelentős idegenforgalmi céljai is vannak, ezekhez a művésztelep is igazodik. Egyik épületünk tetőterében kampusz jellegű szálláshelyeket alakítottunk ki, ahol szimpóziumainkra és alkotótáborainkra érkezőket szállásoljuk el. Ezzel olyan rendszer áll fel, amely Európában is egyedülálló. Ezt nem én mondom, nyilatkozza a művész úr, hanem azok a művészek, akik Szolnokra látogattak. Magyarországon egyáltalán nincs ilyen adottságokkal rendelkező alkotó művészeti helyszín, de Európában is nehezen találni hasonlót. Ennek a tervező, kivitelező, végrehajtó munkának, magának az egész folyamatnak aktív, felelős közreműködője volt, és az is lesz a jövőben is Verebes György. Ha esetleg önök között van még olyan, aki nem jár Szolnokon, nagy szeretettel, megbecsüléssel, tisztelettel hívom, nem csak a művészterepre, hanem a város fejlődését megtekintve, aki régebben járt és újra eljön, remélem látja ezt a fejlődést. Ebben az esztendőben 120 éves a művészterepünk, ahogyan hallottuk, 25 éves a Ramjanis Múzeumban a képtár. Ezek a tények és a hozzájuk kapcsolódó és az egész város egész évben jellemző kulturális programok aztán élem, hogy önmagukban is inspirálóak. Tisztelt Fölgyeim és Uraim! Utolsó gondolatként városom nevében tisztelettel és megbecsüléssel köszönöm azt az erős évkezdést, amivel Szolnok kulturális életét illetően a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük, hiszen azt gondolom, hogy ez egy komoly és erős kezdés. Én nagyon nagy tisztelettel köszönöm Borsos Mihály úrnak, Borsos Misinek és csapatának, hogy ezt a mai estét nem először,
otthont ad annak a csodának, amit a szolnoki művészel alkotói jelentenek. Tisztelettel gratulálok mindahhoz, amit maga ez a galéria tegnap este, amikor 1996-os esztendőt tanulmányoztam, hogy mi is történt itt akkor a galériában, és sorba végig a történetiségét. Azt gondolom, hogy elmondhatja magáról az Arcalon, hogy remek igényességgel, hosszú tartó, hogy mai divatos szóval éljek, fenntartható módon, hosszú távon csodálatos értéket teremt a magyar kultúra számára. Legyen ez így még nagyon sokáig. Kívánom azt a mai estére, ahogyan Borsos Mihály fogalmaznak, éljük át a művészek adta felemelő pillanatokat együtt. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket! Nagyon szépen köszönjük ezeket a megtisztelő szavakat és gondolatokat. Dr. Pindér András Ferenc, DLA, PAF, nem csak kiváló művész, hanem remek tudós is, és szeretném megkérni most ebben a minőségében, hogy legyen kedves megnyitni a kiállítást. Köszönöm. De lehet ennél külső, szerintem be tudom beszélni, de ha nem tudod, akkor marad. Jó. Szeretettel köszöntöm Önöket itt az Arcalon Társalgó Galériában. Verebes György, Munkácsi Mihály Díjas, képzőművész Honnan című kiállításán. Ennek a kiállításnak az ötlete, ez még a pandémia előtti időkre nyúlik vissza, és ez is tükrözi azt, hogy milyen hosszasan készültünk Verebes György legújabb festményeinek a bemutatására a Szolnoki Művésztereppel együttműködésben. Az Arcalon Társalgó Galéria hagyományaihoz híven dr. Borsos Mihály Lisi, a galéria vezetője és egyben a kiállítás kurátora, őt idézve, minket nem zavar a művész, nem zavar a mű, és nem zavar a közönség sem. Sőt, leginkább kíváncsiak vagyunk a művész véleményére, és együtt dolgozunk vele. Művész, bölcsész, kurátor, galerista mindegy csapatban küzd, és végül mind ugyanoda jut, csak van, aki egy gondolattal, van, aki egy tollal, van, aki egy ecsettel, és van, aki egy jó szándékú gesztussal teszi ezt. Honnan? A cím utal Verebes György alkotáshoz való hozzáállásának metafizikus voltára. A hegeli filozófia szerint az orákulum helyébe minden gondolkodó ember saját öntudata lépett. Ebből a megközelítésből vizsgálva talán érthető a címadás, és láthatóbbá válik az az út, amin a művész jár. Egy kiállítás bevezetése, megnyitása az kihívásokkal teli, ugyanakkor roppant izgalmas feladat, jelen esetben talán több olyan tényező is van, ami ezt az izgalmi állapotot fokozhatja, fokozni fogja, és mind a három oldalról, egyrészt az Önök oldaláról, másrészt a művész oldaláról, és nem utolsó sorban az én oldalamról is. Az egyik ilyen tényező az az, hogy egy képzőművész nyitja meg egy másik képzőművésznek a kiállítását. Itt áll mellettem Verebes György, és itt állok én, PAF, nem csak festőművészként, és nem csak egyetemi oktatóként, hanem érző lényként állok itt, és úgy gondolom, hogy mi mindannyian érző lényekként vagyunk itt jelen a teremben. Azonban itt és most művészeti szempontból jelentősen eltérő gondolkodású alkotókról van szó, ugye rólad és rólam, és a jelenlévők kíváncsian várhatnák az absztrakt, expresszív gesztusok, a tudatosan komponált élénk geometrikus kompozíciók, vagy a színek, a matériák, a faktúrák ütköztetését a finom, lágy narratív formanyelvvel, a torzók, a kezek és a tájak, vagy másképp fogalmazva a portré jelenésével. Ki kell, hogy ábrándítsam azokat, akik erre a katarzisra vártak, vagy várnak. Lesz katarzis, van katarzis, de ez nem az ütköztetés katarzisa, hanem a laudáció katarzisa. Mert a formanyelv a megvalósult művek esetében, ami összeköti őket, az a kvalitás. A másik ugyanilyen fontos izgalmi állapot fokozó lehet az, hogy felismerni vélünk konkrét formai elemeket a műveken, és bizonyosan gondolhatjuk, hogy tudjuk, hogy mik ezek.
Hisz látjuk, ott egy kéz, ott egy másik kéz, ott egy portré, a másik teremben is ott egy portré, ott egy arc, talán még hasonlít is valakire, de elárulom, hogy nem. Ezeknek a képeknek a narrációja nem ilyen egyszerű. Valójában nem azt akarják láthatni, amit önök az értelmezés szintjén oly egyszerűnek hisznek, ennek a problematikáját, a dilemmáját a metafizikus értelmezés szintjén lehet megközelíteni. Azután, hogy Verebes Györgyel beszélgethettem a Szolnoki művésztelepen, az ő műtermében, teljesen más megvilágításba került minden, amit addig gondoltam, amit addig éreztem az ő festményeivel, az ő látásmódjával kapcsolatban. Pedig higgyék el, komolyan készültem. Ajánlom figyelmükbe az Alvó Titánok, Verebes György Szolnoki festményeim című monográfiát. Apropó látásmód. Ez nagyon fontos. Én gondoltam valamire, és mint szakavatott szem, naivul kezdtem elmélyülni a képek által közvetített világban, mivel azt hittem, hogy értem. Bevallom, egy picit rosszul gondoltam, vagy legalábbis nem pontosan, ugyanis a beszélgetésünk közben valahol annál a pontnál, ahol az alkotó lélek bugyrait, a terek mélységét és a formák mögött rejtőző formaiatlanságot taglaltuk, felcsendült bennem az aha élménye. Éppen készülök megnyitni egy figurális képeket festő művész kiállítását, aki igazából nem is figurákat akar festeni. Az indítatás nem az emberi forma, a testrészek, a torzók ábrázolása, sokkal inkább a lelki állapotok, a víziók kivetítése van jelen, mint Jung világában. Az alkotót nem hagyják nyugodni a létezés alapvető kérdései. Ki vagyok én? Mi vagyok én? Hogy nézek ki? Milyen a fejem, milyen az arcom, amit én valójában közvetlenül sosem láthatok? Ezek mind kérdések. A művészetpszichológia alapvető kérdéseit kutatja. Amit magamból érzékelek, az már egy absztrahált leképezés. Mit csinálnak a kezeim, és egyáltalán mire vannak? Verebes György a kiállításra írt vers idézete, ami ott olvasható a falon, és ami így hangzik: honnan? Honnan jöttök ködből fénylő szép arcotokkal? És van-e kéz, ami megküzdhetne érintésetekkel? Kérdezem. Mindenki küzd, de talán a művész sorsa az extrém küzdelem, a folytonos kétkedés, a válasz keresése a miértre. Ez a küzdelem azonosságot mutat a russelli filozófiából ismert kételkedés sugallatával. Verebes képei vajon megoldások a művész belső vízióira? A hajnalokon előtörő képzetekre, amelyek nem hagyják nyugodni az alkotót? Azt hiszem, hogyha meg lenne ez a válasz, akkor abba hagyná a festést. Verebes György, mint hallhattuk is egyébként, nagyon sokszínű ember, grafikusként végzett akkor még Magyar Képzőművészeti Főiskolán, később a festészettel kezdett el foglalkozni, miközben ír, könyveket illusztrál, jazzzongorista, színházi díszleteket tervez, egyszerűen csak fogalmazok úgy, hogy alkot. A mesternek vérében van a magas szintű önkifejezés vágya, amivel a közönségére hatni akar. A bevezetőmben említettem, hogy a kezek és a tájak, vagy másképp fogalmazva a portrék. Ugye ez nem véletlenül van így, ugyanis a portrék nem a portréfestés szándékával jöttek létre, nem társíthatóak valós személyekhez, de mégis, ha a hagyományos értelemben nézzük, és mint arcképek tekintünk rájuk, akkor talán érzékelhetjük, hogy valójában itt önarcképekről van szó. Persze nem a formaiságú okáni arcképek, inkább a mondani való, a tartalom utal erre. Ahhoz, hogy ezt igazán megértsük, beszélgetni kell a művésszel. A festmények élnek, Verebes György zakatoló vízióit mutatják meg. Azt, hogy mit lát a művész, amikor hajnalban a fotelban megébred, amikor egy cigarettához nyúl, amikor beleportol a forró kávéba, és belülről látja önmagát. Vallomásik minden, ami bennünket körülvesz. Figyeljünk meg a festmények felületét, lássunk mélyre,
bújjunk a térrétegek mögé, vegyük észre, hogy ahogy a vászkor váltakoznak a lazulós és a fedő rétegek, ahogy az olaj, vagy a helyenként megjelenő akril kifejezi a művész minden apró zörrenését. Ne csak kóvályokban nézzék, merüljenek el benne, és keressék, fedezzék fel Verebes György valódi énjét. Egy bonyolult, vívódó, néha talán önmarcangoló személyiség körvonalazódik ki, aki valójában légies finomsággal nyúl az anyaghoz. És anyag. Muszáj megemlítenem a matéria jelentőségét, hiszen ez volt a doktori disszertációm témája, amelyet jelenleg is kutatok, és ebből fakadóan számomra ez kiváltképp izgalmas. Így talán már érthető, hogy én mit keresek elsőként egy festményen. Az anyaggal való élmény, az anyaggal való azonosulás. A művész és a műtárgy közötti kapcsolat fizikális megtestesítője az anyag, amiben belemártja a kezét, amihez nyúl, amit felvesz, amit a vászorra kent, amit szagol, amit érez, ami konkrétan az ő kifejező eszköze. Gyönyörű. Mindenkinek egyszer életében valóban látnia kellene egy festő palettáját, egy művész eszköztárát. Engem lenyűgöznek ezek az anyagok, és ahogy Verebes György műtermében tobzódnak a színek a festőállvány mellett, ahogy a finom terpentin illat megtölti a levegőt, és ahogy ebbe a millióbe engedjük magunkat beszippantani, lenyűgöző. Úgy gondolom, hogy aki igazán mélyen elmerül itt egy-egy festményen, az talán fel tudja nézni ezt a különleges hangulatot. Péntek este van. Egy héttel korábban. Itt ülök a sárga fotelomban, és azokat a gondolatokat próbálom felidézni, amik ott, a műteremben oly élesen jelen voltak. Kezek, arcok, anyag, forma, tartalom, színe, egy csésze kávé. Egyszer csak belülről, hogy nem tudok mit kezdeni a színekkel. Az élénk színekkel. Mármint nem én, hanem a mester. Folyton elfedem, folyton eltüntetem őket, zavarnak. Nem tudok azonosulni velük, csak az alapszínekkel festek. Nem használok barnát vagy feketét, csak a sárga, a kék és a piros, vagy esetleg helyenként egy pici ivója. De ennyi. Ezekből keverem ki, ami nekem kell. Gondolatfosztányok ezek Verebes Györggyel folytatott beszélgetésem emlékeiből, és kívánom önöknek, hogy ugyanilyen élesen emlékezzenek, és próbáljanak meg egy apró szeretet elrakni magukba abból, ami itt bennünket most körülvesz. Örömmel nyitom meg Verebes György Honnan című kiállítását. Köszönöm szépen! És sok oldalú művész. Így most arra szeretném megkérni, hogy legyen kedves interpretálja saját gondolatát. Ez nekem sokkal könnyebben megy magánbeszélgetések során. Mikrofon előtt nagyon szívesen és jó szívvel és kedvel beszélek mások művészetéről. Annak a ő szereteti késztetésnek az okán, hogy szeretem magam beleélni más alkotó személyiségeknek a lelkébe, gondolataiba, bőrébe. Úgyhogy a saját képeimmel kapcsolatban nem tudom, hogy én vagyok-e kompetens egy ilyen szakavatott szöveg után, ami ismét egy új rétegét tárta fel annak, ami időnként engem is meglep, hogy olyan pillanatokban, amikor ránézek egy évekkel ezelőtt készült saját festményre, és azt látom, hogy valami ismerős személy terek annak a festménynek a készítője,
személyében valami ismerős, de nem tudok azonosulni vele. Magyarán ránézek egy régi képemre, és azt nézem, hogy Úristen, ezt én festettem. Képes voltam ilyesmire. Bókolok így magamnak, és aztán elkezdem észrevenni a hibákat, és aztán elkezdek szörnyűködni. És érzem, hogy az a valaki az ismerős volt, mint ahogy ismerős volt az is, aki még gyerekként az osztálytársainak a táskájára rajzfilmfigurákat rajzolt Szent Kicsért. Ismerek egy ilyen fiút, aki létezett valahol. Szóval én így érzek ezzel kapcsolatban, és még csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy kedves érző lények, drága barátaim, hálás köszönet, és óriási megtiszteltetés, hogy itt vagytok, és én itt lehetek köztetek. Köszönet érte mindannyiunknak. Így Rozsdai Miriam Eszter folytatja Impressziók, Reflexziók című sorozatát. Honnan? Honnan jöttök ködből fénylő szép arcotokkal? És van-e kéz, ami megküzdhetne az érintésetekkel? Kérdezem. Ezt a kérdést teszi föl nekünk Verebes György, és ahogy tőlem már megszokhatták, én nem férek a bőrömbe, és mindenkit mindig beszélgetésre próbálok rávenni. Azt tanultuk mindannyian, hogy kérdésre nem válaszolunk kérdéssel, mégis abban maradtunk Gyurival, hogy aki a legjobb kérdést teszi fel, mint válasz az eredeti kérdésre, azt megjutalmazzuk. Úgyhogy kérlek szépen titeket, hogy tegyétek fel a kérdéseteket válaszul Gyurinak, jó? Köszönöm szépen! Természetesen ezen még lehet gondolkodni, nem most rögtön is azonnal kell ezt megfogalmazni, hagyjuk időt a gondolkodásra. Ez a kiállítás is, mint minden kiállításunk, csapatmunka eredménye. Így engedjék meg, hogy még egyszer megköszönjük minden érintettnek a munkáját, és éppen szeretnék kérni nekik név szerint egy tapsot is. Nagyon szépen köszönjük még egyszer dr. Kálai Máriának. Sárközi Adriennek, Szabó Györgynek, Patnak Vittér Andrásnak. Mindennyiuknak köszönjük szépen. Valamint engedjék meg, hogy felhívja a figyelmüket, hogy továbbra is érdemes lesz követniük honlapunkat, illetve Facebook oldalunkat, ugyanis márciusban Kokas Ignác posztumusz kiállításáról, áprilisban pedig Esebánki Ákos kiállításáról fogunk mindenféle részletet megosztani. Így a megnyitó ünnepség vége felé kívánok Önöknek nagyon jó egészséget, jó időtöltést itt az Ásványvízzel a galériában. Kocincsanak egy pohár finom borral, vagy ásványvízzel, ízlés szerint. Természetesen a távolságtartás és egyéb védelmi szabályok mindenkori betartásával. És ahogy édesapám szokta mondani, és mindig ezzel zárjuk a kiállítás megnyitókat, bízunk benne, hogy mindannyian jobb emberként térjünk haza, mint ahogy ide jöttünk. Végül pedig engedjék még meg, hogy idézem a szülinapos Sárközi Adriánt. Mindenkinek jó mindenvásárlást Ha, 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 ha.